Szeretettel köszöntöm nézőinket. Ezúttal három vendége van a Párosan Szépnek, három jeles férfiú. Kezdem jobbról balra ezúttal Somló Tamás, akit mindenki ismer, Fegya, Jávori Fegya, akit szintén mindenki ismer, és Gém Zoltán, akit nagyon sokan ismernek, de most már mindenki ismerni fog ezután. Egy ritkuló hajú őszes férfiú, de azért az édes atyát fiaként is kell, hogy emlegesselek, hiszen te a nevezetes, jeles, legendás szövegíró költőnek, Kossuth Díjas költő szövegírónak a fia vagy, aki nem más, mint Gédénes György, alias Zsüti. Szerintem essünk túl ezen a Zsütin, mert ezt senki nem tudja tulajdonképpen, hogy miért is hívják Zsütinek, és én ezt tudom, de hát te vagy a fia, úgyhogy te fogod ezt elmondani. Tehát az apu a Karádi Katalinnak volt a házi szerzője, és a háború alatt hát nem volt a legsikkesebb, hogy úgy konferálja be a dalait a Karádi Katalin, hogy írta Gutmann Dénes György, és akkor ezután úgy konferálta be, hogy Zsütmann, azaz Zsüti. És akkor így lett az apu Zsüti. Ezt ti tudtátok? Ha most már igen. Na látjátok, az érdemes eljönni. Én nagyon remélem, hogy így negyedikként itt lesz az ő szelleme. Hála Istennek egy párszor együtt ebédelhettem vele az Interkontinentál. Azért azt el kell mondanom, hogy abban a szerencsében volt részem, hogy egy párszor együtt ebédelhettem vele az Interkontinentál. Azért azt el kell mondanom, hogy abban a szerencsében volt részem, hogy Zsütivel egy párszor együtt ebédelhettem az Interkontinentál. Nem fogom tudni kimondani, hogy az Nagyon jó, köszönöm szépen. De ez innentől jó, igen, hogy a beszédhívás riporterszerűség. Jó, tehát azért azt el kell mondanom, hogy abban a szerencsében volt részem, hogy párszor együtt ebédelhettem vele az Inter konyhájában, és nem az étteremben, hanem a konyhájában. Azért nevettek, mert az Interkontinentált nem tudtam kimondani, de most kimondtam volna már. Mondtad ezt, hogy Gutmann, ugye ez volt a neve, viszont ő egy nagy gurman is volt, amennyire én tudom. Ezt te mennyire vetted le már gyerekkorban, hogy ő egy ilyen nagyon-nagyon hát érzéki módon közeledik a kajához? Nem csak te ebédeltél vele, hanem én azért ennél sokkal többször ebédeltem és vacsoráztam. Akkor gyertél, igen? Tehát, és szeretném is azt az emléket meghagyni, mert például a Remízben most is van Zsüti leves, és a Gundelben is. Úgyhogy ő neki az Interbe bejárása volt a konyhába, annyit fizetett, amennyit akart, és úgy fizette ki az ebédet, hogy amennyire ízlett, annyit fizetett, úgyhogy ezt elfogadták. És én egy sztorit is mondok, hogy... De ezzel nem élt vissza soha? Nem. De amikor a Bush Magyarországra látogatott, akkor lezárták az Internek az éttermét, és nem mehetett be senki, és ott ült a kormány és a Bush egy hosszú asztalnál. És de nem a konyhában, hanem az étteremben. Az étteremben, és egyszer csak jött be az apu, a turfal a kezébe, és leült a sarokba a saját asztalához, ahol őt beengedték, és az első mondatja az volt, hogy belépett oda, hogy ne álljanak föl. Tehát, és akkor a rengeteg is kérdezte a Bush, hogy ki ez az ember, és akkor mondták, hogy egy költőíró, és ő minden nap itt teszik, úgyhogy ez így zajlott. Még az, ami nekem megmaradt, egy idő után ő már jellegzetesen ilyen hát tornacsukában vagy edzőcsukában járt, ugye? Erre jól emlékszem. Így van. És ez csak a véletlen műve? Hogy nem, te most... nem, ennek is története van, mert ő úgy dolgozott, hogy általában, amikor jó idő volt, akkor fölment a Vörös Csillagba, az a fogas végállomásán a Szabadsághegyen tehát volt. Ez a Vörös Csillag szálloda, igen, ahol még a Puskásék edzettek, és mi ott laktunk egyébként, ameddig én 2 éves voltam, és akkor ott ebédelt, és gyalog lesétált az erdőn át, és akkor hallgatta a dalokat, és azt addig hallgatta Magnóról, amíg a fülébe ment, és akkor utána úgy írta meg a dalszöveget, amit este az anyukámnak lediktált gépen, leírt, mert hogyha nem diktálta le aznap este, akkor elfelejtette, és a saját írását már nem tudta elolvasni többet. Ti, amikor kezdtétek, ugye, akkor enyhén szólva ugye ezeket a dalokat, mint a Csini Baba, meg a Járom az utam, meg ilyen dalokat, azokat te milyennek láttál? Tulajdonképpen ő az előttünk lévő korszak, akkor nagyon elhatárodott a korszak, zenei korszak, stílus korszak. Mert akkor jött a beat zene. Én avval kezdtem el közreműködni, és minden esetre a Zsütinek a hagyománya, meg a színvonala, amit ő képviselt tematikusan szövegírásban, hát az abszolút a top tetején volt, tehát ő egy abszolút minta példakép volt az jövendőbeli szövegírók számára, azt hiszem a Brody
Dusán, a Rózsél, de milyen... Tehát ők lettek a méltó nekik minden nagyon fontos megelőző irodalom volt a Zsüti szövegei, mert nagyon igényesek, nagyon szellemesek. Te is írtál szövegeket? Én igen, én nem. Na, te nem, akkor én nem írtam soha szöveget, és a zenét loptam, de szóval a hallomásból ismertük az akkori előttünk lévő korszakot, mert akkor az volt még az úgynevezett beat zene, vagy esztrád zene, vagy nem tudom, hogy hívták, tánczene, de szóval nem is tudtuk, hogy ki ez a Zsüti igazán, amíg én például meg nem tudtam ezeket a híreket róla, hogy a Lukácsba jár, meg ott látták a Zsütit, meg az Intercontinental teraszát. Meg a Lovira. Igen. Szóval egy ilyen jellegzetes figurája volt. Tulajdonképpen ő megtartotta a 20-as évekbeli életstílust, amit ő nem volt hajlandó, azt hiszem, ezek szerint levetkőzni túlzottan. És ugyanígy járt a Lovira. Hogy értsem ezt, hogy nem volt hajlandó, tehát fürdőgatyára nem volt hajlandó levetkőzni? Vagy tornacipő, meg voltak neki ilyen standard szokásai. Tehát ő azért minden napot úgy élt meg, hogy a háború szörnyűségei után, ahol elmondta, hogy az éhezést meg tudtam szokni, de a fázást soha, és háromszor került vissza a munkaszolgálatos a frontra, és utána igaz az a történet, hogy a Karádi Katalin újszászi tábornok barátja őt fölhozta két hétre, és mondta, hogy utána másnap a Moulin Rouge-ba ült, megírta a három dalt, amit meg kellett írni, és utána visszakerült ugyanúgy oda. Tehát a film egy kicsit igaz, vagy igaz, nagyon igaz? Igaz, és mesélte, hogy a Domba februárban kellett hidat ácsolni úgy, hogy vízbe álltak derékig. Tehát szörnyű élete volt, és ezután, ahogy már az én apukámként én megismertem, ő minden napot úgy élt meg, hogy ez a nap boldogság, hogy ő beülhetett egy étterembe, hogy ehetett, hogy azt csinálta, amit szeretett, dalokat írhatott, és hát a Lovira is kiment ugye sokszor, ahol azért majdnem minden pénzét el is vesztette. Tehát az élet öröm az benne volt minden napján. Csini baba neves felé, Csini baba szeres belé, te leszel az édes angyalom, őrző angyalom, életem egész. Csini csini becik meg is, Csini csini teli egész. Ne haragudj kérlek rám azért, mert egy csókodért elepedek én. Színes karton ruhán, csupa tarka virág, hangod lágyan igéz, ellenállni nehéz, pesti lány vagyis kész. Még mielőtt a gyerekszülő és a lóverseny szociális háromszögéről beszélnék veled, kíváncsi vagyok arra, hogy Fegya, te mit hallottál először a Zsütiről, amikor megjöttél ide Magyarországra? De nem hallottam, láttam, pont amikor áttelepültem Magyarországra, bekerültem az operacionázba, mint hegedűs, és pont a Hegedűs háztető ment című darab. Felújítás volt, és hát mesélték nekem, hogy a 70-es évek elején, 72-ben volt egy bemutató, lement azt hiszem 11 előadás, aztán jött az ukáz a követségről, és hát állítólag letisztották a darabot, mert az akkori... Mármint, hogy a szovjet követségről, mert ugye ez a Szovjetunió területén játszódik. Legalábbis úgy tudom, hogy a kultuszminiszter, a Furceva azt mondta, hogy akar egy operetet megnézni, és mondták, hát persze, az operetben is elment, az operetben is pont Hegedűs háztető, és el volt ágyul, hogy mi ez nem operet, és ez nem Csárdás király, és ez nem Marisza grófnő. És kérdezte, hogy mi ez, hogy oroszok, meg zsidók, meg mi ez? És rögtön állítólag le is tiltották a darabot, úgyhogy akkor volt a felújításpont, és akkor a nézőtéren észrevettem egy ilyen kis kedves figurát, kis kalap, kis sportcipő, és azt lehetett mindig észrevenni, hogy a szünetben mindenki oda ment hozzá, és beszélgetett vele, és akkor kérdeztem, hogy ki ez, és azt mondták, az a Zsüti. Úgyhogy éreztem ebből, hogy ez tényleg egy nagyon ismert ember itt Pesten,
meg Magyarországon, és szeretik, igen, tényleg mindenki a Besenyettől kezdve, a Leoz Kizsurától, a Oswald Marikár, mindenki mellette volt. Ami mindig jelezetes dolog volt, hogy egyszer-egyszer, amikor szünet volt, és zongorával próbálták a számokat, és akkor lehetett látni, hogy abszolút tudta a szöveget. Hát persze, hogy tudta, de a bal szövegeket persze, de persze, de mondjuk előre mondta, hogy ez, ha én gazdag lennék. Mint ez hangosabban is mondjuk, hogy ha én gazdag lennék, ugye? Tehát ez az ő szövege, ezt ő írta, alkony, ezt a verset. Meg Matchmaker című számot. Úgyhogy mondom, abszolút lehetett érezni, hogy ez egy jelentős figura a zene életben, és hát mondom, egyszer leálltunk beszélgetni, teljesen véletlen, mert megkérdezte tőlem, hogy hol születtem, mondtam, hogy Munkácson, olyan Munkácson, és akkor állítólag kiderült, hogy neki voltak munkácsi barátai, zsidó származási emberek, akik Pesten voltak annak idején, háború alatt. Úgyhogy erről beszélgetünk, és nekem egy nagyon szimpatikus emberként úgy megmaradt, és egy olyan kedves és szeretetreméltó valaki. És hát volt egy nagyon-nagyon szimpatikus légköre, amikor az ember elkezdett vele beszélni, és tényleg érezte, hogy ez tényleg egy jelentős ember. Tamás, arról beszéltünk, hogy te hogy láttad, miket hallottál meg, hogy nagy szövegíró, meg tulajdonképpen, hogy az ő munkássága az ugye benne van valahol a Brodyéknak, Rózsiéknak a munkájában, meg a Dusának. Te hogy találkoztál vele, és te ugye olyan vagy, akit bohém pasasnak tartottak, ők meg aztán extra bohém embernek tartották, szóval mennyire tudtatok ti egymásra hangolódni? Én nem ismertem igazán a Zsütit, én csak láttam őt többször erre-arra. Lukácsban láttam először, aztán másodszor, és akkor mindig zümbögtek az emberek, hogy ott a Zsüti, ott a Zsüti. Aztán Presszertől hallottam, hogy Zsütivel találkozik néha Lukácsban, pici is nagy Lukács klubtag, hogy úgy mondjam. De figuráját milyennek láttad? Tessék? Figuráját milyennek láttad? Hát... Nem tudom, de mindig őt belengte egy ilyen jópofaság, egy ilyen szellemes életlátás, éleslátás. Tulajdonképpen az akkori korszakból ő volt a legnagyobb név, már ilyen téren is, meg a Romhányi, akik úgy nekünk úgy átjöttek, megmaradtak. Vagyis hát akiket figyeltünk, és mondjuk tanulni való volt. Te nem említetted a Szenes Ivánt, nem tudom, hogy véletlenül vagy szándékosan. Igen, a Szenes Ivánnal mekkora volt a konkurencia, még mielőtt erre a gyereki szociális kérdésre rátérnénk? A háború után az apu egyeduralkodó szövegíró volt, tehát ahogy az anyukám mesélte, ugye Lellén ismerkedtek meg, ez történt Lellén, ez a dal, a megismerkedési története. Mondta, hogy akárhova mentek, mindenhol élő zene volt, és csak az apu dalait játszották. És akkor utána az Iván is kezdett dalokat írni, és nagyon jó dalokat kezdett írni, de az ő viszonyuk nem volt felhőtlen. Aha. Tehát az apu egy bohém ember volt, aki a hatalomhoz semmennyiben nem állt oda. Uh-huh. Ő mindig csak megírta a dalait, és abban próbált fönnmaradni, hogy ő jókat ír. Na most itt csinálok egy csapót, jó, hogy akkor ne folytassuk, akkor folytassuk a szociális gyerek lóverseny papa háromszöggel. Miért ne folytassuk? És a Szenes Iván végül is konkurenciát jelentett számára? Igen, egy olyan konkurenciát, amit ő nehezen viselte, mert úgy érezte, hogy ez nem csak tiszta lapokkal játszódik ez a meccs. Tehát, és hogy ez... a királysága egyrészt ugye egy kicsit veszélyeztetve, van, másrészt... Az nem zavarta. Az nem Tehát zavarta. Például utána az Es Nagy István jött, mint nagy szövegíró, az Es Nagy az aput imádta, és az apu segített az Es Nagynak mindenre, és csak a legjobbakat hallotta róla. Az nem zavarta, hogy valaki jót ír, az inkább zavarta, hogy ő azokon a helyek... Nagy, bocs, a Pista az később jött egy kicsit, később ugye? Jött, persze, később igen, jött, igen. Később jött, csak ő az apu igen, szinte igen. Mesterének tartotta, megkérdezte, hívta, hogy nagyon jó viszonyba kerültek. Őt az zavarta, hogy ő kikerült egy csomó olyan helyről, ahol eddig benn volt. Ő a Vidám Színházban például blüetteket és humoreszkeket írt.
előbb-utóbb érthetetlenül, aztán ő ezt megértette, hogy miért, kikerült onnan. Aztán a dalait nem, kezdték nem játszani a rádióba. Aztán utána a Sanzon Bizottság az ő dalait kezdte nem engedélyezni. Akkor más szöveg, más néven kellett írnia. Tehát egy ilyen taktikázás volt ellene? Nem taktikázás ellene, hanem sokkal komolyabb dolog volt. Tehát őt módszeresen az a rendszer, azt megpróbálta egy kicsit félrerakni, és a rendszer embereit előre tolni. Az igaz az a történet, hogy az Acél Endre fölhívta. Acél Endre, vagy az Acél György, bocsánat, igen. Fölhívta őt. Tehát a Központi Bizottság titkára. Fehérházba, és azt mondta, hogy GDNS elvtárs, nekünk össze kell fogni a Zsütik ellen. És ez apu akkor őt hallgatott, és köszönöm is elme. Ez egy igaz történet volt, tehát ő avval, hogy az amerikai dalokat, a Tamás mondta, hogy ő egy más világot képviselt, ez így van, én is gyerekkoromban, hát a Tamást azóta ismerem, az Elgédere jártam, és imádtam azokat a dalokat, de az apu az amerikai dalokat kezdte lefordítani, a legimádta, a Frank Sinatra-t, a Bing Crosby-t és ezeket, és ma is ezek a dalok élnek, és elkönyvelték őt, mint az amerikai kultúrának a követe, aki nem csak a magyar dalokat fordít le, vagy ír meg, és ezért ő nem volt egy jó káder. És ezért volt ez az ellentét, és ezért is kezdett ő egyébként műzikeleket írni. Amikor már azt látta, hogy ő a rádióban nem tudja lejátszani a bármilyen jó dalait, akkor a műzikelek felé fordult. Hát ennek szerintem a fegye a megmondhatója, hogy ez hál' Istennek, hogy így van, ugye, hiszen te azért a musicaleknek elég nagy értője vagy. Te tudod sorolni ezt, hogy ugye West Side Story, Hegedűs a háztetőn, azt már említettük, My Fair Lady, Chicago Cabaret, és akkor a magyarok, Bodzi úr, Szerdán tavasz lesz, stb. Ő a színművészeti főiskolának ingyen fordított le minden musicalt, mert imádta. És azt mondta, hogy ez a műfaj, ez a jövő, és annyira szerette, hogy a főiskolások mint vizsgaelőadást bemutatták, és akkor utána mentettek ezt tovább. Például az Olivier előadás, ami azóta is megy sokszor, ott minden előadáson ott ült és sírt, amikor a szegény fiúnak a dalát elénekelte, és ő írta a saját dalát, mindig sírja fakadt. Fegya, te most már ilyen saját musical tulajdonos vagy, a Mennyasszony táncot ugye nagy sikerrel játsszák, és hát egyre újabb és újabb művekkel jelentkezel. Egy ilyen szövegírót, mint amilyen mondjuk a Hegedűs a háztetőben, vagy a My Fair Lady-ben a Zsüti, gondolom elfogadnál szívesen. Hát mondom, számomra mondjuk miután mondjuk a Hegedűs a háztetőn a legjobban ismerem, hát az a szöveg, azt mondani, hogy az a csúcs. Az úgy megvan írva, tényleg minden szónak annyira ábrázolja és érzékeli azt az egész világot, ami mondjuk Anatevkában van, úgyhogy én amikor először hallottam, nem is gondoltam, mert én mondjuk először láttam a filmet, az igaz, és hát ott mondjuk angolul ment a szöveg, meg minden, és itt, amikor először találkoztam ezzel a szöveggel, hát káprázatos, milyen jó szöveg. Annyira passzolt a zenéhez, annyira passzolt minden hang eszméleten jó szólt így. Úgyhogy én csak ha mondjuk úgy adott volna, hogy a Zsüti most élt volna, akkor biztos az első kívánságom lett volna, hogy most találkozunk, és így is esetleg leülünk és írunk egy műzikát. Ja, diga, diga, doj, diga, 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 doj. Dolgom, gondolat, másokra hagyom. Jaj, ha egyszer meggazdagodom. Építnék házat benne, öt szoba lenne, hozzá egy fürdőkamarám, és fürdőkádban a lábamat áztatnám. Nagy széles márvány lépcső, egy, ami felvisz, és még egy befele is kell. És kell még egy, hogy bámulják csupán. Lenne.
fogok. Bújkor vice kappan a háznál, és csibe rántani való. Fokhagymáson illat a bónító. De addig látkugli hát, ott kod a gágá, hangjukat elviszi a szél, hogy hirdessék itt gazdag emberi. Jaj, ha én gazdag lennék, jaj, diga, diga, doj, diga, 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 doj, diga, loppal, diga, diga, tartana a nagy daj, daj, temetném a munkát. Jaj, diga, diga, doj, diga, 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 doj, dolgom, gondom, másokra hagyom, jaj, ha egyszer meggazdagodom. Megkérdezzük jogi szakértőket, dr. Somló Tamást, hogy ugye a Kossuth díjat azt indokolni kell. Szóval az egy más műfaj, igen. De elismerjük, szóval megadjuk a diplomát neked, hogyha megindokolod, de most inkább arra lennék kíváncsi, hogy nem tartod azt érdekesnek, hogy a Kossuth díjnál nem elég azt odaírni, hogy szövegíró, tehát hogy muzikerek szövegét, hanem oda kell írni azt is, hogy költő. Tehát, hogy valahogy ez a szövegírás önmagában, ez úgy nincs úgy elismerve, betéve valahova, tisztázva. Doktor úr. Hát szerintem, aki igazán egy komoly szinten műveli ezt a műfajt, az már irodalom. És azért gondolom jobb megnevezni költőnek, mert azt kiadható, mint irodalmi önállóság, vagy tanítható az iskolában, mint irodalom. Úgyhogy szerintem azért van inkább, hogy itt költőjévé teszik, de hát végül is egy fordítás nem mindegy, hogy milyen. Szóval ahhoz tényleg egy költői véna is kell. Kell egy zenei véna, pláne musical ügyben. Tehát nem csak verset fordít, hanem egy zenés verset fordít, aminek ritmikája van, prozódiája van. Énekelhetősége, most igen, bocsánat, igen, hogy én igen, mondom, akinek igen, botfüle van, de gondolom, hogy az is egy elég komoly. Igen. Tehát a szó ritmikája van, az a prozódia. És annak passzolni kell a zene ritmikájához. És ugyanakkor a fordított szövegtől, vagyis az alapszövegtől nem lehet eltérni már mentalitásban és témában, alaptémában. Úgyhogy ez egy nagyon nagy bravúr, egy jó fordítás. Hát Arany János is erről is lett híres, hogy borzasztó jól fordított. Szóval az egy külön tudomány valahol. Az egy nagyon, nagyon nagy és külön tudomány. Zoli, te ebben nőttél fel, te nem próbálkoztál meg versírással, szövegírással? De. A Tamás énekelt is. Igen? Zoli dalt, persze. Na. És egy műzikert én is összehoztam. De hát akkor erre nagyon kíváncsiak vagyunk. Jó, tegyük hozzá, ugye, hogy van egy testvérem, az édesapáddal, amikor találkoztam, mindig azt mondtam, mert én vízilabdáztam, ez már régen nem látszik rajtam, és mondta, hogy hát az ő vízipólós, hatalmas, csodálatos fiai. Tehát azt szoktam mondani, hogy Gyuri... 4 méter fiam van. 4 méter fiam van, igen, tehát van a Gép György, aki jeles televíziós rendező, szerkesztő, és ugye író is, tehát nem tudom, hogy ő mennyire próbálkozott a szövegírással, de most akkor ezek szerint nálad ezt telibe találtál. Hát de nem annyira, mert ő mindig azt mondta nekem gyerekkoromban, hogy ez a szakma, ez egy szörnyű szakma, itt mindenki csak cigarettázik, berúg, éjszakázik, te menjél vízilabdázni, az sokkal jobb, jó alakul leszel, utazol, csajozol, jókedvűek vagytok, és ez egyébként igaza volt. Tehát én nagyon örülök, és vízilabdás lettem, és bejártam a világot. Ezt a csapó szokta mondani, hogy a legnagyobb, tehát hogy a legtudibb dolog a vízilabdában, hogy az minden alkalommal jól megmosakszik az ember, szóval ez mondjuk ez tényleg jó, meg van. Hát végig röhögtük az ifjúságomat, úgyhogy ez jó volt. Azért a vízilabdás eredményeidről akkor mondjál egy mondatot. Hát magyar bajnok lettem, válogatott voltam, de sajnos nem lettem olimpiai bajnok, és edzősködtem a világnak sok helyén, Szingapurban 4 évig például, tehát sok helyen jártam. Na és akkor még annyit áruljunk el, ugye, hogy bocsáss meg, hogy ha már itt az edzősködésről meg a sportról beszéltünk, ugye, hogy édesapád az ilyen
hát tornacipőkben, meg edzőcipőkben járt állandóan. És ezt akarom mondani, hogy neked egy ilyen céged van most, ugye, ami többek között ilyen sportcuccokat, meg edzőcipőket forgalmaz, úgyhogy ez egy érdekes dolog. Hát el tudnád látni még 500 évig. Kedvenc zakója, az egy piros, szingapúri, zászlós, ilyen fölvonuló uniformus volt, és avval jelent meg mindig színában. Mindenki röhögött rajta, de azt imádta. De most a szingapúri zászló volt, vagy a magyar zászló? Tehát a szingapúri zászló volt fel, és volt egy melegítője, amire japán volt ráírva, és akkor mindenki oda nézett, hogy japán. De ezt imádta ezt. Na, akkor ezt a bizonyos szociális háromszöget legyél szíves felvázolni nekem, hogy gyerekként te hogy láttad? Van egy apukád, aki azért hát ugye szórakozik is, egy kicsit iszogat is, egy kicsit mulatozik is, és eljár a lovira. Az életörömben, de ő egy nagyon intelligens és bölcs ember volt. Tehát nem gondolnák az emberek, és én is úgy rácsodálkoztam, hogy voltam egy társaságban egyszer vele, mint gyerek, és akkor a Coriolanusról volt szó, és akkor ugye megmaradt bennem, hogy az apu elkezdte ezt angolul mondani, és mondott 10 versszakot belőle. Tehát őnek olyan intellektuális és tudása volt. Ez azért érdekes, mert nagyon sokan még azt sem tudják, hogy Shakespeare a Coriolanus. Tehát ő minden Shakespeare-t, minden szonettet, mindent tudott, tehát ilyen napban olvasott. Úgyhogy amögött, a könnyedség mögött, amit mutatott, abban rettentes nagy tudás volt. Lovihoz mit szóltál? A Lobinak az volt az ő filozófiája, hogy ugye sportolni kell, és ő egy nap legalább 20-szor fölmegy a tribűnre, meg lemegy, amikor fogadni kell, a pénztárban, és akkor legalább 10-szer vagy 20-szor megmássza a lépcsőt, és akkor attól ő egészségesebb lesz. De én vele voltam majdnem mindig, tehát én gyerekkoromban minden versenyen vele kínálom. És nem rontott el? Nem. Az a nevelési módszere volt, hogy nem halat kell adni a gyereknek, hanem halászt megtanulni. Uh-huh. Tehát a tanítása az volt, hogy ő imádott hajózni is egyébként, tehát sokszor Vigadótól elmentünk Esztergomig is vissza a hajóval, és akkor beszélgettünk. És ebbe a beszélgetésekbe próbált olyan dolgokat elmesélni, amit utána hasznosít egy gyerek, és ez bevált. A 100. születési évfordulóját majd ünneplitek egy nagy-nagy koncerttel, aminek itt két jeles előadója van jelen, és itt pedig te a főrendezője, szervezője vagy. Fegya, te mivel lépsz majd színpadra? Hát nekem könnyű a helyzetem, mert azt mondják, hogy Hegedűs Ásztetünk, azt mondják, hogy Budapest Klezmerben, tehát lejátszottunk több mint 280 előadást a Madácsba. És hát, a szövegeket már kívülről tudod gondolni, hát majdnem, tehát tudnád majdnem, így majdnem. És utána Egerbe, a Haumannal, meg a Molnár Piroskával ott is csináltunk, vagy 27 előadás, és most a Pannonváros Színháza, most már több mint 50 előadás azért van fölött vagyunk. Érzékel, látod, egy ilyen zenekarvezető rögtön elsorolja azt a 45 lehetőséget, igen, ami igen, van. Úgyhogy néhány szót ejtsünk, igen. Ezt csak azért mondjam, mert hogy elmondja, hogy mit játszik majd a Zsüti emlékkoncert. Úgyhogy ha mondjuk a éjjel bárkit felébreszt, mondjuk a zenekarból a Pistit, a klarinétos, vagy a Bencit, a hegedűs, vagy bárkit, és most le kell játszani a hegedűs választ, bármikor le tudjuk játszani az egész anyagot. És megmondom, ha már erre van szó, akkor amikor 1996-ban Kéri Nyímer engem felkért erre a feladatra, hogy meg kell hangszerelni a hegedűst 7 emberre, mindenki azt mondta a szakmában, hogy ez öngyilkosság, ez nem fog sikerülni. Hangsúlyozok, hogy Kerényi Imre, tehát nem a Kerényi Miklós Gábor, aki most az operett igazgató, hanem Kerényi a Madácsból, a Kerényi Imre. Ő volt az igazgató, ő volt a rendező, fantasztikusan ezt kitalálta, hogy ha már van egy ilyen kis falu, amit úgy hívják, hogy mondjuk Anatevka, oda illik egy klezmer zenekar, és szabályszerűen adott nekem a zongora kivonat, és azt mondta, hogy klezmeresíteni kell ezt az egész anyagot. És hát szépen hazavittem, és hát közben a szakmával találkoztam, és akkor megereztem Magyarországon ezt a hihetetlen nagy irítséget, mert nem azt hallottam bárkitől, hogy fú, hát ezt megcsinálom, stb. De mindenki azt mondta, hogy le kell mondani, hát ez a bukás, hát meg fogsz bukni, meg ezt nem szabad megcsinálni, stb. És minél jobban mondták nekem ezt, gondoltam, hát mit tudok veszíteni, akkor egy ismeretlen ember volt a zenekarom, amelyik akkor volt 5 éves, hát gondoltam, csak nyerni tudok. És hát amikor megcsináltuk a darabot, lejátszottunk Csinorban 280 előadást, És hát azóta is tart a ti számotokra, tehát a zenekar számára. Azóta, úgyhogy megtisztelés volt, hogy az Zoli szólt, hogy most 3 számot fogunk eladni.
Melyik számokat? Hajnal alkony, ha engedek lenni, és a Bordal. És lesz egy nagy finálé, ami a Budapest bár mondjuk zenekarral játszunk együtt. És, ez egy kuriózum, mert még soha nem játszottak ezben, és a Budapest már együtt most először. És hát a tevje az a Gazdag Tibor lesz, és mondom, számomra ez egy nagyon kellemes meglepetés, van egy olyan sajátos figurát talált ki saját magának. Úgyhogy aki el fogja jönni az előadásra, remekül fogja jönni. És van benned egy ilyen ünnepi, vagy valamiféle tiszteletteljes érzés, hogy tényleg egy nagy embert ünnepelt? Hát én mondom, én már ott éreztem, hogy ez nem egy átlagos valaki. Behet a színházba, és az ember érzi azt, hogy jó, hogy persze mindenki is. De érezte, mondjuk lehetett érezni azt, hogy ez az az ember, akire azt mondják, hogy gyerekek vagy uraim, vegyük le a kalapot. Uh-huh. Ez tényleg egy ilyen ember volt. Úgyhogy mondom nekem, abszolút megtisztelő, hogy mondjuk részt veszek ebben a projektben, és remélem mindenki, aki el fog jönni, fantasztikusan fogja érezni magát. Tamás? Na, mindenképpen ez egy tisztelgés az ő humán tudása és a emberi, hogy mondjam, emberi látásmódja, hogy ő ezt a akkori, meg az előtte lévő világot látta, és hogy ezt egy nagyon nehéz világ volt, és ezt merte, bírta ilyen groteszkül, kicsit egy groteszk szemüvegen keresztül megfogalmazni. Ettől lettek ilyen frappásak a szövegei. Mindegyikben volt valami, csillogott benne egy kis humor, egy kis mosoly. Úgyhogy mindenképpen ez egy ilyen tisztelgés az ő, igen, az ő teljesítménye előtt, amit ő itt hagyott az asztalon. Te mit fogsz énekelni? Szép estét meg. Szép estéket, igen. És Isten áld meg a cipőt. Igen. Musical. A cipő is? Igen, az is musical. Igen, az Fényes is musical. Szabolcs írta a zenét. Igen. Azt hittem, hogy az önálló dolog volt. Szerdán tavasz lesz be. Mondjad, hogy mi lesz még ezen és a még koncerten. Lesz a bár, ugye? Ugye Budapest bár 20 dallal, olyan sztárokkal, mint Kis Tibi, a Queen Bee-ből, Mevő Misi, Radics Gigi, Tompos Kátya, Geszti, Charlie. Hát itt minden dalra egy külön sztárt szerződtettetek? Nem, több egy-két dalt énekel mindenki. Járom az utam, ezt a nagy szerelmet tőled kaptam én, Csini Baba. Az a jó, hogy versenyeznek a dalokért az énekesek. Tehát ez a maga önbizalmat ad a szervezőknek, hogy én ezt akarom, nem adom, én akarom. Én na most Zoli, ez tulajdonképpen ezt te rendezed, ezt a koncertet? Hát rendezni nem érdem, én szervezem. Szervezed? Tehát a bátyámmal találtuk ki, hogy szeretnénk csinálni egy ilyen koncertet az Gyurival, igen, az emlékére is. Hát nem olyan könnyű ezt összehozni, de most... Ő tévérendező is, meg igen. Rendező filmbőzeti színház és filmbőzeti főiskolát, és ő most ebben segít a rendezésben? Igen, remélem, hát akkor biztos, hogy nagyon remélem, profi hogy dolog lesz. Igen. Biztos, hogy segíteni fog. Vár egy pöcs, bádog tányé, vár egy koncsú, hűvös bor, vár egy másként főzött kávé, és egy eltűnt gyermekkor. Vár a régi barát, az almafa rá. Szól a harang, nem a diszkózené, s várnak a fák a régi helyen. Isten óvd a cipőt, hogy oda vigyel. Térjük vissza Zsütinek a történetére, hogy ugye Zsüti azért, hogy is mondjam neked, valahogy egy kicsit ilyen önálló ország volt itt Budapesten valahogy, hogy ő neki, tehát egyrészt sok mindent szabad volt, sok mindent elnéztek. A rendszerváltást, az hogy élte meg, mit szólt neked, miket mondott. Másrészt pedig az, hogy hát talán ő az egyik legidősebb
művész, aki mármint, hogy Kossuth díjat egyik legidősebb korban kapott művész, ha jól tudom. Igen. Hány éves korában? 80? 84 volt, 84 már, megkapta, éves és volt. Hát már tudta, amikor, hogy megkapta, de már nem élt, amikor az anyukám átvette helyette a Kossuth díjat, úgyhogy... Hát elég drámai befejezés. Rendszerváltás. Rendszerváltás. Tehát ő ezt a üzleti világot már nem értette, és engem mindig óvott abból, hogy bármivel is foglalkozzak, az ő élet filozófiája már az volt, hogy semmit nem csinálni, csak élvezni minden napot. Az Acél ugye mondta, hogy a zsütik ellen lépjünk fel, tehát hogy ott sem volt otthon, abban a világban sem valahogy. És nagyon ebben sem. Tanulságos számomra az ő élete, úgy visszagondolva, hogy ő egy olyan művész volt, egy olyan szerző, aki először is nem volt soha lila, tehát ő soha nem játszotta meg magát. A szakma mégis tudta, hogy fantasztikus tudása volt. Például volt egy olyan sztori, hogy mit tudom én, 8-9 éves lehettem, amikor megszólalt otthon a telefon hajnali 4 órakor, csörög a telefon, és akkor az anyukám mondta, hogy papámat kérik, oda megy, és akkor a rádióból hívták a stúdióba, hogy itt van a Sass Szilvia New Yorkból egy éjszakát a lemezt fölénekelni. És fölénekeli a Bridge Over Troubled Water című felmondani Gerfunkel dalt, és azt, amit oda megkapott fordítástól, azt mondta, hogy én ezt nem éneklem, fölhívjátok föl a zsütit. És akkor fölhívták éjjel a zsütit. Tehát ez, ami híd a zavaros folyó fölött. Ugye az, egy az... óra alatt mondta, hogy akkor hívjatok, és egy óra alatt bediktálta a szöveget, fölénekelte a Sass Szilvia, és elutazott. Tehát ő tudta a szakma, hogy ő ezt meg tudja csinálni, és jól meg tudja csinálni. Ennek ellenére nem őt bízták meg. Tehát abban a rendszerben, abban a korban már nem őt bízták meg, hanem csókosokat, vagy másokat, ami azért neki fájt. Musicalt viszont nem tudott más lefordítani. Te, Zoli, azt a dalt ugye, hogy ha én gazdag lennék, azt ő írta. Na most abból, amit ő letett, abból az következik, az ember elkezd így kalkulálni, bár nem tudom, hogy illik-e, hogy hát nagyon sok volt a bevétel, tehát hogy ő elég gazdag volt. Valójában ti mennyire voltatok gazdagok? Semennyire. Tehát azt mondom, hogy nem nélkülöztünk semmibe. Az anyukám is dolgozott a Élelmiszeri Minisztériumban, és volt egy házvezetőnő, aki a két gyerekre figyeltett és főzött, de nagyon sokszor úgy volt, hogy apu nem tudta otthon hagyni a kajapénzt a gyerekeknek, és akkor elment valamelyik színházba, kölcsönt vagy előleget kért, és még visszajött, ugye autónk soha nem volt. De ez a lovi miatt volt? Lovi van, meg azért ő költött. Tehát nem csak a lovi miatt, tehát nem voltak abban az időben azért olyan pénzek még. Tehát megvolt mindenünk, de gazdagok soha nem voltunk. A viseletéhez, a külsejéhez, ti mit szóltatok annak idején? Tehát, hogy ez ciki, nem ciki, ő ugye nem igyekezett mindig nyakkendőben, öltönyben mutatkozni, a cipőből kiindulva már ezt sejthetjük. Tamás, kezdette? Hát én nem nagyon sokat láttam a viseletéből, mert a Lukásban egy ilyen fecskébe volt. Egy ilyen fehér csíkó fecskén, teljesen ilyen normál, akkori buszonadrág. Ilyen oldalkötős? Igen, azt hiszem. Hát akkor nem igyekezte a divatot tartani. Azt hiszem, igen. Meg egy tornacipő papucs helyett így belebújt. És ez tulajdonképpen az ő bohémságába ez beletartozott, hogy a külcsínre úgy nem különösebben adott, de mindig voltak neki jellegzetességei, kalap, meg tornacipő. Van is ilyen fénykép róla egyébként, hogy ilyen kalapban a fotelben. Szóval nem úgy nézett ki, tetszik, mint az akkori utcaképben a szociál viselet, hanem mindig ilyen bohém viseletben. Én amit láttam fényképeket róla legalábbis. Fegya, te sokszor láttad őt. Hát nekem is ugyanez. Én legalábbis úgy éreztem, hogy ő felvállalta saját magát. Na de nem gondoltad, mert azért te egy ilyen, hogy is mondjam, azért egy ilyen gentlemani gondolkodású ember vagy, szóval nem gondoltál arra, hogy esetleg egy ekkora művésznek annak jobb lenne, hogyha ilyen öltönyökben, meg nyakkendőben. Nem, annyira nem természetesen viselkedett. Szóval mondom, gyakorlatilag az, ha bármi volt rajta, ez én vagyok. Szóval mondjuk abszolút lehetett érezni, hogy nem azért öltözködik ki, hogy kitűnjön, mert neki nem volt szükség. De az egész, ami rajta volt, ez passzolt hozzá. Először persze az ember kinézett, emlékszem, az árokba, ki ez? És
De utána, amikor az ember egy kicsit meg is ismerte, meg látta, hogy viselkedik, meg hogy beszélget, meg hogy szeretik, abszolút szerintem egy természetes. Zoli, te tudod ütköztetni az ő hétköznapi és ünnepi viseletét? El tudod így gyorsan mondani? Nem volt nagy különbség. Ő néha fölöltetett, megnyerte a Más ez a szerelem című dal, a Táncdal Fesztivál győztes dal volt. Más ez az ölelés, ugye? Igen, Tóldi Mária énekelte, és akkor átvette gyönyörűen, elegánsan az első díjat és a legjobb szövegíró díjat az Erkel Színháznak a színpadon, és a Bodrogi Gyula azt mondta, hogy ilyen édes pingvint én még nem láttam színpadon. Szóval akkor hirtelen pingvinné vált, de nekem is idegen volt azért úgy. De elfogadták őt mindenütt. Az igaz, hogy ez a tornacipős történet, ez azért volt, mert a lábával valami probléma volt? Vagy ez csak egyszerűen kényelmi szempontból? És ő minden nap azért próbált sokat menni. Mert ő mindenhova beengedtette magát azért, hogy ugye ő neki orvosi igazolása van arról. Szóval ezek szerint inkább ez sokat egy ravasság volt. Sétált a Dunaparton, Szabadsághegyen, ő úgy gondolkozott, hogy sétált és ment közben. Uh-huh. Amikor az ő dalait hol sokat, hol kevésbé játszották, akkor te mennyire figyeltél oda, hogy na ez a papának a nótája? Mm. Tehát ezzel akkor úgy tisztában voltál, hogy ez mind az övé? Persze, hát ismertem, hogy az ő dalai, de én amikor gyerek voltam, az LGT-re kezdtem járni. Tehát az, én már abban a korosztályban születtem be, amikor a Somlóék kezdtek játszani. Én is. És a Somló akkor már nagyon idős volt, amikor te még gyerek voltál? Még a londoni koncertjükön is kint voltam. Úgyhogy szerettem az apu dalait, de én azért az LGT-re jártam akkor. És ma sokkal jobban szeretem ezeket a dalokat. Például a Zsüti dalokat. És a Budapest Bárnak nagyon hálás vagyok, hogy 10-15 dal műsoron tartanak és játszanak. És a Füzi Gabi és ezek a bárzongoristák mindenhol játszanak. Az Ezt a nagy szerelmet tőled kaptam, még a legtöbbet játszott zongorista dal. Tehát azért ezek fönnmaradtak 40-50 év után is. Te amikor a Timár Péter megcsinálta ezt a Csini Baba című filmet, ugye annak a címadója volt ez a Csini Csini Baba, akkor az jelentett valami nagy durranást, valami annyit nem, de azért, annyit nem, de azért hogy a... Na jelentett, de hogy nem jelentett. Hát hogyha nem Csini Baba lett volna a Timár filmnek a címe, a lehet, hogy nem lett volna ekkora durranás. Még azt szerettem volna, hogy... Az nagyon híres volt az a dal. Hogy a dalt, apu kapott egy zenét, hogy tiri ti 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 ri ri ri, és akkor erre írt egy ilyet, csini, csini baba, csini baba, ami ma már a nyelvünk része. Nem volt az a szó. Nem volt csini ilyen baba. Szó, hogy csini baba. Ilyen nem volt, ezt ő találta ki. Azon is elgondolkodtam, hogy akkor, amikor ez a csini baba írodott, akkor inkább olyan volt, hogy elvtárs sződ a sejmet, meg nem tudom, szóval valami ilyen szövegek is voltak. Persze, hogy... Igen, keményen. Tehát ez a csini baba, ez nagyon kilóg ebből a sorból. Persze. Nem véletlen volt azért az acél elvtársnak. Így van, és az összes amerikai dal, amíg slágerek lettek. Na akkor még annyit mesélj el, ugye te ezt a sztorit például, te ezt úgy hallottad már akkor apukától napra készen, hogy ma voltam benne az acélnál, és azt mondta, hogy a Zsütik ellen küzdjünk. Igen, meg volt egy olyan is, hogy a Szabadsághegyen laktunk, öten laktunk egy szobába, testvérem, én, anyu, papa és egy házvezető erdélyi menekült, de egy szobába laktunk öten. És akkor egyszer csak jött egy fekete autó, és elvitték az aput két napra. Aztán nem lett semmi baja, de visszajött. Csak ugye a biztonság kedvéért elvitték. Igen. Te és akkor ezek hát, után most... Ebben elfélyezek. Igen, akkor csak négyen voltak. Ezek után az a kérdés, az nagyon idétlen, hogyha megkérdezem, hogy te mennyire kaptál ilyen rendszerhű nevelést akkor, vagy te mennyire váltál ilyen rendszerhűvé, szóval nem voltál egy ilyen tipikus... Nem. De ő nem volt rendszer ellenes. Uh-huh. Ő egyszerűen nem volt az az ember, aki bármilyen rendszerhez csapódott volna. Uh-huh. Ő abba a szövegekbe, a Shakespeare-be, a musicalekbe élt. Tehát ő az érzések embere volt. Ő a jóság és a rosszasság volt benne. Aha. Na most te említetted az LGT-t, hogy te jártál az LGT koncertre. Na most neki mi volt a véleménye? Ugye jött az Illés, Omega, LGT, stb. Neki erről mi volt a véleménye? Hogy... Ő Tihanyban volt minden nyáron. A motelba kárkázott és írt. A My Fair Lady bemutatójára nem jött föl, amikor a My Fair Lady-t írta, akkor az egész színház 38 ember lejött Tihanyba, hogy itt meg itt ki kell javítani a dalokat. A
tihanyi étteremben a Rózsi volt a basszusgitáros. És a Rózsi elmesélte nekem, hogy Demjén Ferenc fölnézett, hogy a Zsüti itt van, és akkor ők elkezdtek beszélni, odaadott egy szöveget ki, javítsd ki, és akkor az apu azt mondta, hogy ez rohadt jó, csináljad, bíztatta, utána a bárba néha beültek együtt, és úgy beszélt az apukámról, hogy valaki, aki őt segítette és imádja. Uh-huh. Úgyhogy... Még az apukádról egy dolgot, annak, hogy ki hogy reagálja le azt, hogy oda mennek hozzá, legalább 2-3 kategóriáját, tehát van az alapkategória, az, aki ugye nem szereti, van, aki úgy csinál, mintha szeretné, és van, aki tényleg szereti, és önálló abszolút azt hittem, hogy őt tényleg nem zavarja, ő tényleg szeretettel fogadja ezt a dolgot. Nem tudom, hogy ti hogy látjátok meg. Tamás, te melyikbe tartozol egyébként? Te szereted, hogy oda mennek hozzá, hogy művész úr Drága? Igen, nem zavar. Uh-huh. De a Zsüti az ilyen volt, ugye? Hogy fegy a... Igen, igen, hozzá. Mondom, amikor egyszer elkezdtünk beszélgetni teljesen véletlenül, nagyon-nagyon szimpatikus, rokonszenves, befogadó. Bárki megszólította nagyon kedvesen. Tehát egyébként az Interkontinentálban, ezt most csak a kedves nézőknek mondom, hogy nagyon küzdöttem ezzel a szóval az elején, most látod, már ki tudtam mondani. Szóval, hogy ott azért is szerették őt, mert ilyen kedves, mindenki ilyen kicsit ilyen papájának is tekintette. Úgyhogy, és úgy látták el, mintha otthon látnák őt vendégül, ugye ezt tegyük hozzá, hogy kitalált ő dolgokat, hogy ezt kér, azt kér, amazt kér. Nem csak sztorikat, hanem ételeket is. Igen. Ti ettetek már Zsüti levest? Nem. Bár ez olyan rosszul hangzik, hogy tehát ez nem Zsütiből készül ez a leves, hanem miből te el tudod mondani? Nem, hát ez egy ilyen liba, csirke, macesz, marha, leves egybefőzve, egy nagyon erős húsleves. Tehát ez egy ilyen továbbfejlesztett újházi tyúkleves, igen, mondjuk ilyen. Igen, meg, igen. Tehát a macesz gombosztás újházi tyúkleves, és plusz még egy kis extra, és akkor... Igen. Hát fantasztikus. Na jó, akkor ezt egyszer meg fogjuk kóstolni. A receptet azt mindenképpen tegyük közé, majd jó. Ti nem is ettetek még Zsüti levest, nem? Nem jártok a Gundelbe, ez azért van. Ez a Gundelbe van? Remézbe is. Remézbe? Meg a Tihanyban a Ferenc Pécsi. Igen? Hát nem, az olcsóbb étteremben, azért ennyi még nem kell vele. Édesapád ugye most már 100 éve született, ugye? Született, igen. Hogy tulajdonképpen, amikor úgy előjön az ő személyisége, és most már azért 15 éve, igen, hogy meghalt, tehát az évezred végén, igen, vagy elején ment el, Zsütinek a szellemisége, a munkássága, a dalai mennyire jöttek át ebbe az évezredbe? Most ugye egy ilyen nagy koncert lesz az emlékére, de hát azért az az igazság, hogy itt én a mindennapokra vagyok kíváncsi. Az egyik célja ennek a koncertnek az, hogy fiatal előadókkal, vagy részben fiatal előadókkal, a fiataloknak is megmutassuk ezeket a dalokat. Tehát azok az emberek, akik járnak zongorabárokba, azok ismerik ezeket a dalokat. A rádió már nem nagyon játssza ezeket. De úgy gondolom, hogy ez nekem üzenete van, és ma is sikerek lennének. Például a Paja Beva új lemezén a Megáll az idők című dal rajta van egy fantasztikus hangszerelésben. Tehát azért művészek oda nyúlnak ezekhez a dalokat, és 40-50 év óta is ezek élnek, ezek a számok. Szerintem csak elég lenne egy ilyen felsorolás a dalok címéből, az maga egy ilyen... Kettcsináló, ebben igazad van, csak én annyit hadd tegyek még hozzá előtte, vagy hadd suszteroljak ide be annyit, hogy azzal, hogy én ismertem a Zsütit, meg egyáltalán, hogyha a Zsütinek a figuráját, személyiségét, hogyha a közönség egy kicsit, mert tényleg regényes élete volt, egy legendás pasas, tehát akkor még inkább odafigyelnek az emberek ezekre a dalokra, de hát ugye vannak a musicalek, és vannak a dalai, mondjad légy szíves, akkor Gém Zoltánon a sor parancsol. Járom az utam, ezt a nagy szerelmet, Hamvadó cigaretta, Végcsini baba, ez történt Lellén, Úgy koppan az eső, Csini baba, megálltam, és még 100. Na jó, hát ezzel, hát látod, ennyit mond csak el, amikor megvan adva a lehetőség, igen, hogy mondja, csak ennyit, igen, mond el. De azért úgy veszük, hogy minden gémet megnyertél ma, jó? Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és örülök, hogy egy ilyen legendás férfiúról beszélhettünk, és megköszönöm a kedves nézők figyelmét, és ennyi volt mára a Párosan szép, viszontlátásra!